most leszokott már erről a választásról. Jó az Ezreal. Láttuk, uh -huh. hogy jól működik az Ezreal, ha egy jó játékos játszik vele. Meglátjuk, hogy nem annyi, mit tud vele alkotni. Az biztos, hogy a Kalu nek a Kindred és a nem annyának az Ezri, -e, az rengeteg sebzést fog okozni. Aha. Érkezik úgy tűnik megint egy Rhines, tehát az továbbra sem lesz tiltva, viszont van lehetősége most a vine hogy esetlegesen Cassiopeia-tól megszabaduljon. Orianna az első tiltás, a túloldalon valószínűleg a top lénerekre fognak ráülni. Nem, úgy Vagy tűnik, hogy Kris uh, Nagyon megijedtek tőle. Igen. Most a következő tiltás lehet, hogy megint egy on lesz, az is elképzelhető. Cassio viszont végül kikerült, tehát... Lisszín. Jó, mert Kindred ellen jó lisszín és Aha. láttuk, hogy Ryuzaki is... Ja nem, pont, hogy Paresz hozott a torsó meccsen Ryuzaki ellen. Kindred ellen hozta Lissint. Uh -huh. Annak ellenére, hogy veszített a Wide. Azért nagyon szoros volt. A mérkőzés Na. nagyon sokáig. Ben van még csogát, amit elhozhat magának Marin, vagy esetlegesen dzsárvánozhat is. Az vagy biztosan... ornozhat. Vagy ornozhat. És ennek ellenére úgy tűnik, hogy Kazix jön az idézők szurdokába. Nagyon rég láttam már Kazixot a Jungle-ben. már egyszer-kétszer felütötte a fejét, viszont kompetitív játékok alatt nem sűrűn láttam most így. Főleg a rájátszás alatt most az első Kazix választás. Amitől talán félek egy picit a sponge az alisztárja. Limit nagyon jól játszott ezt az alisztárt, ugyanúgy Klox is nagyon jól játszotta ezt az alisztárt. Főleg a rájátszás során mutatták meg, hogy mennyire jók az alisztárral, mert a CZV-nek is nyerő embere volt Klox az alisztárral, ugyanúgy a Asusnak is nyerő embere volt Limit az alisztárral. Érkezik a középső egy Szindra, amivel egyetlen egy bajom volt Baxával, hogy nem találtál el a skillshotjait egyszer se. Tehát amikor nem, el... A jó. nem, amikor fon ellen midezett, akkor konkrétan be kellett volna találjon, és nem sikerült. Érdekes választások elé nézünk. Nem, szerintem látom. csak bételnek. Szerintem is bételnek, mert nincs értelme. Egy tank kell felsős, mére most nekik. Alisztár egyedül nem tudja kitankolni a meccseket. Uh -huh. Őt is el lehet tüntetni pillanatok alatt. Most viszont kell egy tanka. Kell egy Vágy. tanka vágynak. A csogát az adná magát. Mari rengeteget csogátozott az alapszakaszban is. Hát, ha nem viszik el. Ha nem viszik el, de úgy tűnik, hogy Clowny elviszi akkor csogátot, és ellene kell valamit választani. Nagyon nehéz, nagyon, nehéz csogát ellen jól ösvényre pikkelni, mert csogát nagyon könnyedén visszatölti a manáját, az életerejét, plusz még sebzése is lesz. Uh -huh. Hatos szintől rengeteg. Kell egy tank. Nem tudom, hogy onne a legjobb. Nincs nagy... Hát mit mondjak? Maokait? Lehet, hogy Maokait mondanék. Egyébként most. Na, egyet fene, Garen. Úgyis, <laughs> úgyis nagyon menj neki. Én vagy Malfájtot, vagy Ornt várok most. Én, egy Mokáit várok. Esetlegesen. És egyiknek se lesz igaz, és teljesen random pikket Popi. kapunk. Na. Ez egy ez oké okay, is. Ezt az ez első körben le, felhoztam, meg Alisztár ellen. Alisztár is jó. sőt, Kindred Kindred, ellen. Minden, ez minden Tehát ellen A, a Poppy nem egy rossz választás. Ezt amúgy az elején így, uh, mikor még mélyt nem lokkolta be a rice akkor így gondolkoztam rajta, hogy amúgy Poppy nem lenne rossz, főleg egy uh, punch Alisztár ellen, mert megvágja az engage de végül aztán mégis -e. csak az Orn mellett dönt ezek szerint Marin. Nem túl izgalmas Marinnak a válasz. Jó, Malfit az izgalmas volt, Malfight. Jó lesz Orn. Orn végül belokkolja. Belokkolja. Ott van neki két és fél keri. Kazix full sebzésre fog menni. Máté egyértelműen. Azt fog építeni Xayának. És Métnek is ott lesz a hatalmas sebzése. Hexazi kezdeményez. Ha neki nem sikerül, akkor ott a ko... Kovács Milyen? Dühe? Dühe. De jó, jó, hirtelen most így megkavart a Kovács. Zóval a Kovács Isten Dühe ott lesz, és, és az elég. Jól néz ki megint a vágynak a, a csapat összeállítása. Ellenben az X25 beválasztotta magának kindredet. Nagyon sok fog múlni uh -huh. Az biztosan. Ö, mit vársz, hogy melyik ösvére fog most rájönni inkább a botlénre, punch miatt? A jelzőkre. Én azt mondom, hogy megpróbálja azt, amit Paresz, hogy, hogy a jelzőket szedegeti, és kell a jelző minél több kindrednek. Érkezzen az negyedik, már azt akartam mondani az utolsó, de a negyedik összecsapás itt az LBL harmadik szezonjának bronzmérkőzésén. Kettő egyre vezet a Wide by Lagarde Sports csapata. Sikerül-e megnyernie a ha negyedik mérkőzését? A összesített be nekik a harmadikat, és ezzel pedig elhúdítani a bronzérmet, az hamarosan kiderül, már is érkezünk az idézők szurdokába, ezúttal egy kis változás, hiszen kék oldalon játszik az X25, piros oldalon pedig a wide, lássuk, hogy Mét továbbra is a rájzával, mire képes, de a szerelem párosa mit fog alkotni ezúttal, nem annyira ezrilje és páncs alisztárja ellen. Kezdődjék hát az összecsapás. Nagyon sokat várhatunk majd attól, hogy Paresz mennyire tud agresszíven kezdeményezni. Neki nem kell szintet várni, nem kell formot várni. Kazixnak izolált célpontok ellen folyamatosan nagy sebzése lesz, ezt tudjuk. És ha ezt ki tudja használni Paresz, esetleg Kalu ellen a dzsungelben, akkor nagyon nagy fejtörést okozhatnak az X25-nek a vájdos rácok, a vadak. Szerintem, szerintem jó lesz Paresz kazix is. Úgy látszik, fekszik neki a nagy sebzéses, korai szakaszos karakter, ha Gravesből indulunk ki. Máté és, X és Hextazi kombóján sok, sok nagyon sok fog múlni. Mhm. Uh -huh lehet nagyon könnyen jól játszani a Xayarakánt, de láttunk már olyat, hogy hiába működik ez a páros nagyon jó, bele lehet szaladni. Uh -huh. Pofonokba is. Nem kéne ezt a... Nem kéne ezt a vágynak most bemutatnia az, hogy ugyanazt előadják, mint az Zvezda ellen, hogy kettő és fél egyre álltak szinte. Majdnem meg uh -huh. megvolt a harmadik győzelem, és onnan valahogy sikerült bele, beleesni egy nagy gödörbe. Látjuk, hogy az x 25 van rálátása arra, hogy hol fog kezdeni Paris, vagy az hol kezdett. Ugye, hogyha ők összetalálkoznának a folyóban, akkor nagy valószínűséggel azt Kálu nyerni, azt a párharcot. A játék korai szakaszában köszönhető annak, hogy ugye ő egy távolsági karakter, míg Paresz egy közelharci, ráadásul ugrálni is tud, ha bokorba találkoznak, akkor viszont fordítva van, mert akkor Paresznek egyszerűen a van a sebzés. Megvan a sebzés rögtön. Igen. Ö, viszont Mázia jól választott csónós utyarákot, és ezzel övé az első jelzőnek a kontrollálása. Nincsen akkor a Mázia, mint a Paresznek a második mérkőzésen, ahol teljesen jól jöttek ki ezek a jelzővadászatok. Kalunak most feladta a leckét a Májd, <laughs> hogy szerintem direkt kényszerítették be a Kindredbe. Ott hagyták neki, hogy hozza el, vagy ha nem, akkor elhozza paresz újra. Uh -huh. És nem volt gregász tudjuk, hogy nem volt Gregas. De... De az, hogy Kalu mennyire tudja jól játszani ezt a Kindredet, ezt nem tudjuk. Mert Kalutól látunk már mindent a mai nap. Láttunk egy nagyon szép mérkőzést az első meccsen Gregassa, és láttunk két teljes leépülést, leolvadást a második-harmadik meccsen Kamillal és nocturne ez lehet, hogy megint egy harmadik kalu lesz, aki hirtelen nagyon jó lesz, aztán lehet, hogy nagyon rossz, vagy fordítva lehet, uh -huh. hogy nagyon rosszul kezd, aztán hirtelen feljavul a végére. Rengeteg kérdője van ezen a mérkőzésen. Az biztos, hogy az x25 kék oldalon még nem játszott a mai nap. Igen. Ez egy újdonság, meglátjuk, hogy mit tudnak ezzel kezdeni. Egyelőre még nem láttuk azt az agresszív level 2 genket, mint amit egy alistartól elvárunk, tehát hogy hogy nagyon sokszor láttam itt az EB jelenés, meg másod is, hogy a Kindred, Alistart rögtön megüti a kettes szintet a pirosnál, ugye most ugye Kalu a felső részen kezdett, miközben Paresz már a középső elkapja a boxát, érkezik egyből oda Paresz, jó, aztán flash-el boxa, viszont ezt nem is kell lekövetni a flash-el elhozza a játék első vérét mate, így az ő nevéhez egy gyilkosság kerül, Paresz pedig azért még el csak egy pici raptolt, de gyönyörűen játszotta meg ezt most Paresz és Mét. Ráadásul a játék első sárkány nem más, mint egy pokoli sárkány. Paksa megint nem az igazi ezzel a színrával. Ahogy mondtad, a képességeket találni kell, ez meg volt neki, csak a dzsángulos mozgását nem követte le. Hoppá! Kalu elkapja elkapja Pareszt, van flesse Kalunak, Paresznak is. Paresz tudta, hogy túlél mindent villanással és ugrással. Megkockáztathatta, hogy ennyire nyilvánosság előtt kezdett el. Ráadásul hexek is jobb szögben voltak. Viszont Kelu elkezdi a pokoli sárkányt, nincsen rálátása. Viszont eléggé komolyan sebzi azért Kalut. Baxának kell felfedezni a területet. Most érkezik oda Hextazi. Jönni fog e mate, vagy Marin esetlegesen egy teleportal. A Varda skin van, de az első sárkányt Elhozza az infernádréket? Elhozza. Viszont megtalálja Mate boxát. Jó, aztán ezúttal Mate tovább mehet. Mate továbbra is megy előre, nem találja el. A gömbbel Mate-re érkezik az Ignite. Jön a pajzs. Ecstasy. Csúszik előre. Megvan a rút, és Mate. Megnyeri gyögyörűen az egy-egy pár harcot. Annak ellenére, hogy boxa még az égetését is elhasználta, nem tudta kihasználni ezt a plusz idéző képességet. Biztosít magának még egy újabb gyilkosságot. A pokoli sárkányt elhozza nagyon hamar az X-25, viszont nagyon sokan, nagyon kevés élettel voltak ott. Hogyha paresz esetlegesen a alsó részen maszkált volna, akkor akár több gyilkosságot is el lehetett volna hozni. Még talán Mátétól egy kicsit bátrabb kidépést vártam volna. Ezrél itt... ellen nem tudott mit csinálni, láttuk, Aha. hogy folyamatosan harcoltak ott a folyó alsó részén nem kockáztatta meg Máté, hogy oda menjen, és esetleg tényleg, hogy mondott Pánzsnak a kombójába. Szerintem el, elpusztult volna a szegény kis szájája. Amit látunk, az megint egy nagyon agresszív mét. A második meccsen is erre közölte a hatalmas előnyét, hogy agresszíven játszott végig. A harmadikon nem jött össze nekik a CEO ellen. De, de most nagyon jó szuperál egyelőre ez, ez, egyelőre ez a Rise, és megvan a könycsepp, megvan a pecsét, építheti a szerafot. Nagyon jó lábax, box, box mét már megint, és ha ebből kiindulhat a, a vide, hogy mennyire jól tud játszani csapatszinten a wide, bocsánat a, a szó akkor, akkor most tényleg nagyon jó helyzetben vannak mét miatt. Kicsi hmm. kis reset kell utol. El akarta vinni az összeeset. Miközben össze fognak találkozni a Rednél, van szmátja Kálunak, figyelnie kell Paresznek, és el is viszi Kalu. Paresznek is volt. Paresznek is volt, de ő nem figyelte arra, hogy ott van Kalu. Na nézzük, érkezik oda Mate. Kálunak is van flash jön egy teleport is ráadásul Marintor. jön a Kovács Isten dühe. Baxát próbálja meg fókuszolni, ki jön? A végső képessége Paresra, Baxának, és végül aztán Punch fejezi be a gyilkosságot. Kellú a fal túloldáról, hexazi, megérkezik, Kellúnak ki kell fesselnie, Punch az, aki mellé jön. De végül aztán egy egy egyes cserét eszközölnek a középső ösvényen. Mét hoz el egy gyilkosság, vagy nem, Paresz hoz el egy gyilkosságot, valamint talán Punch az, aki ezzel egy pici tankosságot vehet magának. Nem rossz, hogy nála van egy gyilkosság, mert ugye legalább valaki elhozta, de lehetett volna jobb kezekben is nagyon agresszíven játszotta meg megint a Wild ezt a 2 2 harcot, sőt három, uh -huh. három csapattag is ott volt a vadak közül. Amit láttunk az, hogy nem tudnak mit csinálni mét és Pares sebzésével egyelőre az X25-ösök, és Na. ez nagyon jó hír. Mét, megtalálja Kalut, nem sikerül a kombó. Kalu továbbra is ott van. Megütötte a hatos szintet, ugye a sohanós útja rákér megy a küzdelem. Nem tudom, hogy van-e már jelzője, szerintem még nincsen. Kalunak, hiszen 0-0-0-ás eredménnyel van. Egyszer láttam kontra dzsungelezni eddig Kalut, de akkor se volt a jelző a Raptorokon. Miközben Marin összetalálkozik Clownival, nem sikerül a feldobás, a Silence betalál. Clowny érkezik a kis pilár, és még nem fogja elhasználni. Jó az ütés Marintól, de nem tudja folytatni az offenzívát. Köszönhetően annak, hogy elhasználta már a Kovács Istendőhét, egy középen szerzett gyilkosságra. Másrészt pedig azért annyi sebzés nincsen az ornban, a játék ezen szakaszában. Clowny nagyon agresszíven tolja a felső folyamatosan. Megteheti könnyű csogáttal farmolni, és nehéz orn ellen elveszíteni a harcokat. Óriási különbségek egyelőre még nincsenek, jelentősek már vannak. Látjuk, hogy melyet mennyivel jobb aranyban, és tárgyakban, és statisztikában is, mint Baxa. Baksz Baxa teljesen dinájolják, teljesen ellehetetlenítik egyelőre a középső ösvényen, ez köszönhető mély fantasztikus játékának és Paresz jó érkezésének. Erre építhet a vágy folyamatosan, hogy Baxát terrorizálják a középső ösvényen és nyomás alatt tartják, mert egy gyenge szindra az nem ér semmit. Uh -huh. Meg másrészt, amit észre lehetett venni, az a Kleptománia uralma Nemanyánál, Mátéval szemben. Ott is láttunk egy 400-as góldifferenciát a két játékos között. Ö, megvan már a sín, ezrilen, valamint a tír tehát hogy egy jégkesztyűt azt már nyugodtan építhet magának, nem anyja. Ez az szemben a túloldalon valószínűleg a viharborotva fog érkezni szájához. Jó lesz az, ha Máté megveszi az első tárgyat, mert hiába aranyelőnyben van nem anyja, Egy szájától mindig félni kell. Ráadásul egy szájára Attól meg még inkább, akinek égetése és végső képessége Viszont figyeljünk oda, mert Pange és Kalu a középső ösvényen próbálja mélyített levadászni. Baxától betalál aztán, még próbál előre lépni, érkezik oldalról Páncs, ott van Paresz is. Kálúra megy rá, és majdnem a fél életét letépi. Még egy autóta, kijön a béke szigeti. Ezt Kálú akár megfordíthatja. Kálú, jó lekötés, még pedig elhozza a gyilkosságot. Érkezik a végzetes hullám, azonban Paresznek nem viszi el az életét. Hextazi, jó csánt csán Páncsra, hogy már megütötte a hatos szintet, ezzel pedig Páncs, hogy lefejelt egy minőt, szintén megüti. Előre érkezik Paresz, jó a feldobás. Clownira, viszont megpróbálja belökni Baxa a toronyanál Marint. Sikerül Punchot égetéssel elvinnie el Maitnek, métnek és ezzel pedig 3 0 csere. A Vibe by Lagarde Sportsnál mehetnek a középsősvényes toronyra, és még akár Mátétól is láthatunk majd egy kis akciót. Rögtön ott is van, rálép, nem ennyi rá, Máté nem mer ráfesselni, hiszen még van ezért neki is egy flash ezzel pedig fölösleges. Hextazi flash -el előre, Baxát próbálja meg elkapni. Megérkezik oda Kalu is, és egy-egyet cserél egyelőre a két csapat. Mét próbálja üldözni Kalu. Megy előre Mét, és végül aztán Kalunak sikerül elvinni a gyilkosságot. Marinnak viszont nincsen semmije figyelnie kell Kalura, aki át tud szökkenni a fal túloldalára. Marin megérkezik Clowny a teleporttal, Kalu pedig vissza fog ugrani a fal túloldalára. Marin egyelőre nem tud elmenekülni, és sikerül -e lefutni a Paresz. Későn érkezett. Ezzel pedig Kalu egy jelzővel is gazdagodott. Clowny az, aki bedézsmálta a, ki a Hextazi, uh, Hextazi és Marint. És így elmehetnek akár az óceán is. Nagyon-nagyon jól indult ez a fight. Majdnem elvitték a középső ösvényes tornyot, végül aztán túl lett erről torony alatt mindenképp meg akarták kölni Baxát, és két embert áldoztak azért az egyilkosságért. Nem volt a legjobb üzlet a Wide részéről, és a toronyt se hozták el. Na, Hextazi kapja a sebzést, ki tud ugrani Pareszre. Paresz megérkezik, ott van rajta a piros is, és a smite is, ezzel pedig Paresz elhoz egy gyilkosságot. Ki kell flashelni, hiszen a túloldalon Punch, és nem ennyi is közre fogta, miközben boxa már Valenszatot indít. Tűnik, hogy Paresz nem akarja engedni. kunnan elmegy, melyet pedig oldalról. Ott van Hextazi is, elnyomja a csármat. Punch, jó a feldobás, viszont a lekötés betalál mélytől, ezzel pedig újabb gyilkosság azon a Ryzen 6, 1, 2, Clowny pedig egy kicsit proxizik. Megteheti, nem tudja megölni on semmivel. Látjuk, hogy belemegy az X25 az adok de nem jön ki jól belőle. Uh -huh. És a Wide, ezt mondtam korábban, hogy Wide örül annak, hogy olyan csapat ellen kell küzdenie, aki szereti kicsit túlvállalni a dolgokat, és szeret nagyokat kockáztatni, mert akkor ők ezt, ezt a taktikát kiismerik, és előbb-utóbb sokkal pozitívabb mérleggel zárják ezeket a cseréket. Látjuk, hogy az Vezda nem ezt a taktikát választotta, ellenben az X25-tel, aki most kockáztat, mindent megpróbál, mert ha veszítenek, akkor ennyi volt a széria uh -huh. nekik. De egyelőre méte nem lehet mit kezdeni, kellett volna tiltani a rise uh -huh. hát Egyelőre úgy tűnik, hogy ebben a meccsben Mét nagyon elkapta a fonalat, ráadásul egy olyan dzsungelessel játszik Kazix, akivel eléggé jól lehet. Kalu kapja meg a torony agrót, és az első torony döntése az X25-öt illeti, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon sokáig jobban állt a Wide a középső ösvényen, de végül aztán Clowninak a folyamatos pusolása meghozza a gyümölcsét, Kaluval kiegészülve elhozzák ezt a tornyot. Na lesz-e? A rántás nem sikerül. Nem menj lekötnie lekötni a Máténak, pedig ott lett volna akár a lehetőség, talán nem menj is erre figyelt, hogy ugye egy gyerkén elugra-bugráljon majd. Három tol tolnak kell átrepülnie az adott ember testén, miközben érkezik a Hextech flash el végül aztán a másik irányban nyomja el. Nem ennek, a, ennek a képességnek megvan az a maga varázsa, hogy miközben csinál előtt, tudod irányítani, hogy merre akarsz repülni. Ez tökéletes Alistarra és Blitzcrankre talán ez a két támogató szereti a legjobban. Na nézzük! Paxa! Bye, bye, Mi, mit mond? Nem lá, pislantottam, nem láttam, mi történt. Semmi, semmi. Ja, jó, jó, oké, oké. Ha megint let. meghalt, boxa. Hát, hogy lehet ez? Az biztos, hogy Paresz és most nem Marina, hanem Maytel együtt aprítja, szereteli fel az X-25-öt. Ráadásul az a Evolve volt karmok. Még nagyobb a sebeznek uh -huh. izolált célpontokra. Szerintem Paresz egymagába meg tudná ölni Boxát, ha Igen. bokorban rajta üt. Lebuktatják mind métet, mind Pareszt. Átmentek ugye egy-egy Vardon. -egy Most érkezik a Hextech Flash. Páncs próbálja meg elkapni métet. Métre jön a sebzés oldalról. Hextezék is próbálnak csatlakozni. Azonban Kalu eltünteti métet. Érkezik a végzetes hullám. Mátén megy át egyedül. A torony alól ki kéne jönni. Egyetlen egy minion van még a vidéken. Szerencsére jönnek a többiek is. Ennek köszönhetően kigyalogol a vájt. De Három az egyes szituációt a 7 egyes es se tudott elviselni. Ennek köszönhetően egy shutdown gold illeti Kálu Na nézzük. Lesz -e itt még fight. Nincsen ugye ulti most Hextazinak. Márti még egyelőre egyszer se használta el. Nem volt kényszerítve. Hú, uh, ez akár még jó is lehet. Punch megérkezik. Igen, ott van a jelző, ezért megy ott a fight éppen. Rossz a smite, paresz. Nem volt smite, de volt. Nem, nem volt. volt nem Most töltődik be mindjárt. Akkor ez kell smite volt. Most van smite Eddig nem volt súlytás. Kaluk köszönte szépen. Igen. zsebre tette a jelzőt. A is. Alakul az a kindred. Nem szabad hagyni, hogy ennyi igen, jelzőt igen, és ennyi igen. tárgyat összeszedjen. Na nézzük, Mét érkezik közben a felső Marin próbálja Clownit folyamatosan ütlegelni. Érkezik a Kovács Isten dühe. Rossz, nagyon a flash. Jó volt az a Kovács Isten hiszen elkapja Clownit. Mét érkezik a felső Ben van a bokorba, egyelőre Mét nem látja. Paresz is csatlakozik a többi helyekhez. Viszont aztán Mét, aki biztosítja a gyilkosságot. Ott volt Káló, ott volt Baxa, de már nem tudtak segíteni társukon. Ezzel pedig 8-2-2-es teljesen készen van mét és a szurdok hírnökét ezúttal is elhozja a Wild by Lagarde csapata, hova fogja durrantani. Ugye az első mérkőzésen rosszul használták ki ezt a vájdosok, uh, most pedig úgy tűnik, hogy van egy lehetőség arra, hogy ezt az első meccset felettesse. Az előző mérkőzésen graves is jól vitt el. De nagyon sokat amúgy szóló objektível uh, objektívvel, Paresz. Rá van kényszerítve olyan szinten, hogy ha Kalu Pokoli sárkány ezt a következő, azt nem szólóba kéne elvinni. Hát kivéve, ha annyira jól állnak. A návan van kényszerítő paresz, hogy csináljon valamit, és többször vitte már így a szurdok hírnökét, hogy Kalú éppen kóborolt a déli oldalon, az alsó esmény környékén, és így nyugodtan megtehette paresz, hogy idő, nagyon sok idő ráfordításával, de elvigye. És ha ez egyelőre úgy tűnik, hogy működik, még az első meccsen is erre kényszerítették, akkor nem jött be. Azóta viszont szárnya a paresz, és nagyon jó lenne most jól elhasználni ezt a szemet. Szerintem az alsó ösvény... Én döntötték. Akkor nem szóltam. Akkor mind a három ösvény ugyanolyan pozícióban egyelőre tornyok tekintetében. Kívül a felsőt. De a felsőt megtolni egyelőre nem akarják, és csak Marin megy oda. M meg, nem is nagyon tudja a csogatot outpusholni. De színbe nem is vezet, tudja. ugye köszönhetően ennek a gyilkosságnak. Öt asszisztja van Marinnak, ezzel szemben egy gyilkosság a Klamninak. És érkezik is a pokoli sárkány az idézők szurdokába. Van már egy pokoli sárkánya, egy óceán sárkánya az x 25 -nek. Most egy harmadik sárkány is spawnolt. 18. percben. Na nézzük, Paxa keresi Hextazit. Ki tud jönni? Paresz! Elhasználja az Edge of Night-ot, pedig megsemmisülhet, semmisülhet. az, aki oldalról jön. Rajta van a Challenging Smite, végül aztán nem öli meg. Pareszen az Ignite végül végez. melyt az, aki Kelluval párbajozik, és sikerül megnyerni az 1 úgy, hogy még fenn volt a béke szigete, Mét megy előre. Jó a lekötés Clownira, Mét feselőre, előre, nem próbálja fókuszálni, Máté közben eltünteti Clownit, Mét továbbra megy. Baxa nagyon kevés élettel, de túléli, miközben Marin üldözi Páncsot, jó a lekötés nem végül aztán Máté biztosítja magának a gyilkosságot, Marin feselőre, előre, Pánc szintén így tesz, és így a fal túloldalára kerülve a boci túléli ezt a csatát. Három az egyért csere a vál részére, ráadásul elvihetik azt a bizonyos pokoli sárkányt, kivéve, hogyha jön egy végzetes hullám, ami átmenned, ugye halott nem ánja, így esélyese volt arra, hogy lopjon az X-25. Nagyon-nagyon jól kezdett. Nem, nem is egy Joff volt. Mi volt az a kör körülött? Ja, Hextazinak a pajzsa, csak az a skinnel úgy néz ki, mint az Edge of Night. Igen, kicsit furcsa látni a skineket, a kinézeteket. Igen, de nagyon kékes volt, és így pont úgy jött ki, hogy áll a bokorban, és aztán vár, 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 és úgy nézett ki, mint, hogyha tényleg egy jobbmátja lenne. Mondjuk ránézom a tárgyakra, mi? nincs is, tehát hogy valószínűleg egy jomut fog vásárolni magának, vagy egy dörköt. Nem, vagy nem yumut, dörköt, hanem daktárt. Draktárt. A jomut tetszik, ad egy kis mozgási sebességet mm. neki, neki, a könnyebben tud rajta ütni, lecsapni a egyedül kolbászoló kis X25-ös játékosokra. Az biztos, hogy jól indult a harc az X25-nek. Csak Kalu elveszített az 1 v 1 harcot amivel nem is tudom, miért ment bele, mi itt ellen, mi itt nagyon erős látjuk, 9-2, akkor még 8 2 be volt. Nem volt értelme ezt neki erőltetni, és mégis megpróbálta. Nagyon alacsony életerőm volt Máté, de nem bírták megölni, csak úgy, mint Baxát. És előbb-utóbb így felőrli a Vyld a hosszú harcokba köszönhető Ráznak és Szájának. Na nézzük, Hextazék összetalálkoznak, Pánja és két emberes feldobás. Hextazék egyből elnyomja a csámját, Paresz próbál menekülni Hextazival, köszönhetően a láthatatlannál válásának eléggé magas mozgási sebességre tesz szert, és végül aztán mind a ketten ki tudnak jönni ebből a szituációból. Megint váltott ösvényt láthatunk, a Vine-tól, mét a felső ösvényen, Morin pedig az alsó ösvényem, miközben Paris, Paris biztosítja, Paris, nem Paris, biztosítja magának azt a Kindred jelzőt. Érkezik egy teleport Clowny-tól, próbálják meg eltüntetni, viszont eldurrantja a szurdok hírnökét. Jó, kikerülés. Mi? Hogy be ezt? Nem tudom, Baxa hogy csinálta, de Mejt az, aki végül egy egyet lehoz. Na nézzük tovább, Mejtre érkezik a sebzés. Kelut is majdnem eltünteti. Érkezik az Ignite, lesz -e elég sebzés abban az Ignite-ban? Nem, pont hogy túléli. Viszont a középső ösvényen a Wild Rohamos Jön majd a szurdok hírnöke. Nagyon az utolsó pillanatban idézte meg azt a labdát, ami végül bestánolta. Érkezik előre, jó a feldobás nem Marin kapja meg a feldobást. Clowny próbálja Máté fókuszálni. Clowny végül aztán elviszi Marin. Próbál még flashelni Clowny, de Máté haragja elől, nem tud eltérni. Páncs oldalról. Két emberes feldobás próbál, de Mátétól jó volt a torvihal. Visszahúzza a tollakat. Páncs lekötés alá kerül. Kalu, és nem próbálja üldözni Hexazit, de Mátét kéne fókuszálni. Meg Pareszt, hiszen Mátúról megérkezik a teljes életen lévő Pareszt. Páncs próbálja kiütni onnan. Mátét, és sikerül is neki egy kettős gyilkosságot hozni. Paresz flashel előre érkezik Baxa, aztán pont nem találja el Páreszt, viszont így nem ennyien megfordíthatja a csapatharcot. Végül aztán nem sikerül egyiknek se elhaláloznia. Ezzel pedig, ha jól számolom, összesen egy négy a négyért volt összesítetben. Ugye Melyt egy kicsit hamarabb halt meg, ugyanúgy, ahogy Baxa is, de mind a kettő mindes felé lett. Három a három a középső ösvényen végül a cserét követően. Nagyon izgalmas harc volt, amiben végig a vágy dominált az a, Csak az, a az utolsó al... sztán? Az utolsó sztán nagyon közel volt. A, az volt a furcsa, hogy mennyire forszolt, mennyire erőltették a torony alatti harcot, annak ellenére, hogy tudták, hogy Kálu ellen nehéz harcolni. Aha. Mert ott van a béke szigete, arra mindig számítani kell, és láttuk, hogy Páncs majdnem kilökte a béke szigetéből. Szer szerintem többieket, de ennek ellenére jól csinálta a Wild a harcot, és bedöntötték az inhibitor tornyot, nekik ez volt a lényeg. Látjuk, hogy Métel nem tud semmit csinálni Baxa 1v Két szint az előny, meg legalább egy 4000 arany. De, de. De tényleg annyira jól áll mélyt, hogy nem tud vele semmit kezdeni az X25 csapat szinten sem. Néha megölik, elkapják 3 4 de őt ez nem érdekli, ugyanúgy farmol tovább, ugyanúgy killeket is, a gyilkosságokat is farmolja. Úgy te mennyire gondolod tudatosnak azt a, a lerakott labdát így az utolsó pillanatban, ami végül Bestán volt a mélytet. Tehát, hogy így, amikor ott pár harcoltak, miközben nem a baronnasa... nem sor... direkt mate, és utána kapta már a kábítást? Nem, kapott egy kábítást még. Na nézzük, a csapatharcot követően Hextazi kiválik a backline-ra, végül aztán a Baresznek sikerül elvinnie a baronnasot. Baresz, és Kálónak nagyon kevés élete van, és aztán nem találja el Métet, és Pareszt ezzel pedig a világugrással ki tudnak jönni, oldalról Clowny próbált rájuk zárni. Paresz nem kéne előre ugrani, de Punch mit csinál? Belenéz Paresznek az arcába, miközben Marin oldalról jön, és a Kovács Isten dühével feldobja Clowny-t. Marinnak vigyáznia kell. Nem sikerül a feldobás Clownira. silence elve van Marin, és Clowni pedig keresi a lehetőséget, hogy megegye ellenfeleit. Máté megkapja a végzetes hullámot, miközben a lábmunkájával már vissza visszafelé, hogy nehogy ne menjen, és Clowni együtt arra elnépjenek. A Baronna sort végül aztán el tudja hozni teljes csapattal, egyedül Hextazi az, aki az életét áldozta, hogy kiváljon, ugye? Valószínűleg az volt a célja, hogy Káut megakadályozza a bejövetelben. Nem volt más cél a hextazi és ezt nagyon jól meg is tette. A baronasor belophatta volna így is kaló, de uh. nagyon közel volt szerencsére Paresz végig a baronhoz, és nem kellett csak egy jó súlytással lezárnia ezt az objektívet, ezt a célpontot. Négy emberen ott van az erősítés ezzel most a Wild akár be is fejezheti a mérkőzést. Vannak annyira erősek. Na nézzük, mét az, aki Clownira odászik, még a Paleszt láthatjuk, hogy azért Punchjake-nak próbál oda-oda szúrni. lesz -e ebből métnek kijövetele? Ugye van most egy Banshee fight -ra. teljes életerőnk rözbe Clowny, köszönhetően annak, hogy a minionokban visszaszedte magát. Nem tudja megölni szerintem mét elég gyorsan Clownit. Na nézzünk rá egy kicsit a tárgyakra meg a gold különbségre, ugye 8000 gold előnye van a wide mit akar ez a tárgyakban? Miket látsz? Kalu nem áll rosszul, azt mondom. Három befejezett tárgya van, cipője nincs. Túloldalon viszont... Ú, uh, érkezik közben Pareszra és Marinra. kalu el kell pattintani a szigetét. Jön a Kovács Isten Paresz. A fal túloldalára, miközben Hextazi a csármal elviszi végül aztán Kelut. Feldobják Páncsot, nem annyira próbál oda visszaszúrni, miközben Máté teljesen kiszorul a fal túloldalára. Páncsa jó a feldobás, Hexazitól megérkezik, Clowny oldalról, nem viszont elviszi a gyilkosságot, Mét oldalról megtalálja Baxát, és eltünteti a világurgás követően csatlakozik a csapatharcoz. Marin próbálja üldözni a többi embert, melyet azonban a Move Spinnek köszönhetően felgyorsít, és próbálja már nem annyira levadászni. Ezzel biztosan be fogják szedni azt a tornyot. Kettő egyes csere, megint Hextazi az, aki életét vesztette a csapatharc követően. Ugye benne van a rákámban ez a play, hogy folyamatosan bemész, viszont eléggé squishy vagy. Na nézzük, egy inhibitort elvisz a Vibe, Marin érkezett a teleporttal. Oktál nem állja a rönk mellett, miközben Máté továbbra is pusol a középső ösvényen. Métre érkezik Pánstól az ingés Máté oldalról. Kevés élete van a toronynak. Kálut elviszi Máté, ezzel megvan a nyitó gyilkosság. lehet a következő áldozat. Paresz ugrik előre. Páncs is meghal. Nem annyira próbál válaszolni, de ő se tud bírni a vájdos fiúkkal. A baron erősítéssel meg lehet a játék boxától, Ezúttal jó, aztán érkezik előre Marin. Feldobják boxát, próbálja a tollakkal Máté levinni boxa életét, de végül Mejt az, aki a gyilkosságot elhozza. Nem annyi az elkésiftet követően befejezi. Mejtet három ember kevés élettel. Érkezik a Kovács István Elkapják nem annyit fresh előre Marin. Nem annyit kéne befejezni, miközben Máté már az utolsó inhibitor vagy Nexus tornyot is elviszi. Ezzel pedig a bronzérmes a White by Lagarde Sports itt az EBL harmadik szezonjában. Sikerült megint a magyaroknak egy helyet javítani. Tavalyhoz képest ugye akkor a THR negyedik lett, a Panathinaikos ellen nem sikerült elhozni.